Jó napot kívánok! Tényi Gézának hívnak, bemutatnám kollégámat, Polevko Patrikot. Ügyvédként jöttünk el erre a konferenciára, jogi szakértőként, és a felhőszolgáltatások jogi oldalról vagy igénybevételéről, a bizalmas információk kezeléséről és az adatvédelemről szeretnénk pár szót, pár gondolatot megosztani önökkel. Mielőtt magában a jogi anyagnak az ismertetésébe belefognánk, először egy olyan könyvről szeretnék önöknek pár szót szólni, ami valószínűleg a jelenlévők számára véletlenül ismerős, vagy talán olvasták is, rám elég komoly hatást gyakorolt, és bizonyos szempontból megváltoztatta a jogról alkotott nézőpontomat. Ez Lawrence Lessignek a Code as Law, vagy a második kiadásban a Code néven megjelent, 2006-os második kiadásban megjelent könyv, ami értelmezi az ő által a cyberspace-nek hívott virtuális világot, annak az irányítását, a működését meghatározó számítógépes kódokat és számítógépes parancsokat, összehasonlítja az analóg világban alkalmazandó jogszabályokkal és jogszabályi parancsokkal. Így összehasonlítja úgymond azt a két életteret, amelyben az életünk vagy a cselekvéseink, a gazdaság nagy része játszódik. Ugyanakkor fölveti azt a kérdést, hogy illetve az összehasonlítás során megállapítja azt is, hogy amíg mondjuk egy jogszabálynak, miután azt emberek alkotják, emberek alkalmazzák, az értelmezése, az számos formát és számos alakot ölthet, ez számos vita tárgyát képezheti, addig egy informatikai rendszer, amelyik konkrét kódokkal irányított, ilyen jellegű működési zavarokat normál működési állapotban nem élhet meg. Ami egy nagyon lényeges kérdés jogászi szempontból, ha ezt a nézőpontot megvizsgáljuk, hogy általában ugye az életünket milyen normarendszerek szabályozzák, vagy a gazdaságot milyen normarendszerek szabályozzák, és itt azt is láthatjuk, hogy ezek a különböző normarendszerek, és itt a kibertér, vagy az informatika világát meghatározó kódokat is szabályrendszerként értelmezve, ezek egymásra hatnak, ezek egymás kölcsönhatásában élnek. Egyrészt alárendelt és másrészt mellérendelt kapcsolatok is fölmerülnek, tehát legalábbis egy jogász szempontjából az, hogy adott informatikai környezetben milyen továbblépési, milyen cselekvési lehetőségeim vannak, az sokkal sarkosabb, sokkal lekorlátozottabb, mint adott esetben egy jogrendszerben, ahol mint már mondtam, értelmezés és alkalmazás kérdése is a szabálynak az alkalmazása. Illetve a kódnak a jogszabálynak, mint kódnak az érvényesülése. Ugye ezek a szabályrendszerek, ezek, mint már mondtam, egymásra is hatnak, tehát azok a jogszabályi parancsok, amelyet a jogalkotó bizonyos fajta műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek birtokában úgymond alkalmazni rendszer informatikai rendszerekben, azok mint egy felső parancs, egy felső kódként kell, hogy érvényesüljenek az infrastruktúrák és a tartalmaknak a létrehozásakor. Ezek ugye alkalmazhatnak különböző tiltásokat kifejezett és puha formában, illetve különböző olyan ösztönző szabályokat is tartalmazhatnak, melyek a tiltásokkal együtt egy bizonyos fajta magatartást és bizonyos fajta eredmény céloznak meg. Ha ezt az előbb előadott gondolatvilágot, amit tényleg a maga könyv kifejezetten olvasni való, és kifejezetten ajánlom önöknek, ha ezt a felhő szolgáltatásra vetítem, akkor alapvető kérdés egy jogász számára, egy jogi szakértő számára, hogy vajon az a kód, vajon az a kódrendszer, vajon az a parancsrendszer, az a számítógépes informatikai normarendszer, amit egy adott felhőszolgáltatásban készhez veszek, amiről szakértői véleményt kell kialakítanom, vagy adott esetben ügyvédként a saját rendszeremben használnom, az olyan megfelel annak a normarendszernek, amit egyébként a tanulmányai, meg hát a szakmám gyakorlása során alkalmazok. Most ez a kérdés több szempontból vetül fel, mivel a jogban is ismerjük azokat
a jelenségeket, amikor az adott jogszabály nem terjed, nem terjed ki mindenre, nem szabályoz minden élethelyzetet, ekkor különböző olyan jogi szabályozási eszközök, hát a szerződés egy ilyen jogi szabályozási eszköz, illetve még egyéb ilyen utasítások és ajánlások lépnek föl, amik egyébként sokkal jobban közelítik a jogi szabályozást az informatikai rendszerek kialakításához. Ami egy konkrét példa, ez most egy elég absztrakt példa volt, amit most itt önöknek elmondtam. Ha az ügyvédirodát, mint egy termelési egységet nézzük, különböző folyamatokkal, inputokkal, outputokkal és szereplőkkel, azt állapíthatjuk meg, hogy van egy átfogó adatkezelés, amelynek majdnem minden ügyben szenzitív adatokat kezelünk. Tehát olyan adatokat kezelünk, olyan adatokat kötelező kezelnünk jogszabály által, amelyek különösen védett adatok, és éppen ezért általában ugye a fő kötelezettségünk ugye a titoktartási kötelezettség, illetve a titoktartási kötelezettség érvényesítéseképpen ezt minden általunk alkalmazott analóg és informatikai eszközben érvényesítünk el. Ugye kötelező adatrögzítési és megőrzési feladataink vannak. Egyrészt az ügyfeleink felé ez nagyfogú felelősséget és bizalmi pozíciót is jelent, erre majd kitérnek ennek a későbbiekben a jelentőségére. Másrészt a saját kamaránk, az ügyvédi kamara bizonyos fokú ellenőrzés gyakorol a tevékenységünk fölött, és a maga szabályzataival, ajánlásaival, javaslataival, az informatikai biztosnak az ajánlásaival, és ez a tevékenység egyébként a kamara utóbbi két-három, az Budapesti Ügyvédi Kamara 2-3 évében ez felerősödött, megpróbálja az ügyvédeket az egyre komolyabb informatikai felhasználás irányába tolni, ugyanakkor elő is írnak olyan szabályokat, amit az ügyvédek egyébként megfelelő tudás hiányában csak bizonyos döcögőkkel tudnak alkalmazni. Lényeges az, és ez a saját ügyvédirodánk a fejlődési ívébe tudtuk megfigyelni, amikor egy-két új munkatárs belép, tehát mondjuk van egy alapított iroda, amelyik két személlyel alakul, és azt látjuk, hogy igen, ez gazdaságilag egy megfelelő vállalkozás, egy növekedési pályán elindul, kénytelenek vagyunk előbb kooperációkkal, majd később saját alkalmazottakkal, közvetlen munkatársakkal dolgozni. Egyrészt az kiderül, hogy miután az ügyfelénk elég széles fizikai vagy földrajzi skálán terülnek szét, ezért nagyon sokszor helyszínen kell dolgoznunk, mozognunk kell, tehát eleve a saját eszközeinket, amiket ugye amiből beruházunk, azok mobil eszközöknek kell lenni minden szempontból. Másrészt megjelenik az a jelenség is, hogy azok a kollégák, akik mondjuk már bizonyos fajta gyakorlattal rendelkeznek, a saját eszközeiket hozzák be. Ugye nincs alapból a képzésünkben, a jogi diplomához ugye nem semmilyen informatikai, sem affinitás, sem tudás nem jár. Így azzal szembesülünk, hogy egy olyan eszközt vagyunk kénytelenek beereszteni a rendszerünkbe, vagy egy olyan eszközre vagyunk kénytelenek átküldeni bizonyos fájlokat, vagy átni bizonyos fájlokat, amiknek nem ismerjük a szabályait, ahol csak a munkajog vagy egyéb ilyen utasításokkal tudunk ugye hatást gyakorolni, és harmadrészt, amikor elérünk egy bizonyos szintet, mondjuk egy 4-5-6 embert, akkor megjelenik az igény, legalábbis egy hagyományos ügyvédi gondolkodásban, hogy legyen egy saját belső hálózatunk, ott bizonyos VPN vagy egyéb hozzáférésekkel ezt meg tudjuk oldani. Ahogy mondtam, van egyfajta bizonyos növekedési fázisa egy ügyvédirodának, amelyik mondjuk egy sikeres és gazdaságilag gyümölcsöző tevékenységet folytat. Ez a pálya bennünket 2010-ben arra döntésre kényszerített, hogy vagy egy szerver különböző hozzáférési modellekkel beruházására kényszerülünk, vagy magában az akkor megjelenő, vagy legalábbis a számunk, a mi perspektívánkon megjelenő felhőszolgáltatás igénybe veszük, és ezzel próbáljuk meg megoldani azokat az igényeket, amiket a több munkatárs és a munkaszervezési folyamatok megjelentettek. Itt nagyon lényeges az, hogy akkor, amikor ez az igény felmerült, a számunkra sokkal inkább a munkafolyamati ellenőrzés, a munkafolyamati hatékonyság lebegett a szemünk előtt. Az adatvédelem is megjelent, mint szempont, de ez nem az elsőrendű szempontok között. Ez ugyanakkor magának a konkrét modellnek a kialakításában játszott szerepet. Itt átadnám a kollégának a szót, aki magának az egész környezetnek a jogi hátterével és a jogi kérdéseivel fogja önöket megismertetni. Üdvözlök mindenkit!
Ahogy akkor kollégám is említette, a jogi megközelítések. Sokan sok mindent mondtak már a felhőről, és általában, ha jogi oldalról nézzük a dolgot, akkor általában az adatvédelmi jogi kérdések kerülnek elő, és itt merülnek föl a legélesebb problémák. Ennek a problémakörnek a legfontosabb pontjait szeretném most bemutatni önöknek röviden, illetve körvonalazni egyfajta megközelítésmódot, ami segíthet abban, hogy alkalmazni tudjuk a mindennapi életben, ha úgy döntünk, hogy bizonyos felhőszolgáltatásokat igénybe veszünk. Kezdeném egy nemzetközi kitekintéssel. Amint talán a diánból lévő felsorolásból is látszik, nemzetközi szinten elég jól körüljárt téma, a felhőknek a jogi oldala is, kezdve a legáltalánosabb adatvédelmi megközelítésektől, és ebben nagyon központi eleme mindennek a 29-es adatvédelmi munkacsoportnak a felhőszolgáltatásokról szóló véleménye. De ugyanez megtalálható a Telekom oldalon, pénzügyi területeken, és gondolom nem mondok erről újdonságot önöknek, az IT-biztonság területén nagyon sokféle mód megközelítés él. Alapvető konfliktusok figyelhetők meg ugyanakkor attól függően, hogy Európából, egy európai jogi környezetből szemléljük a felhőszolgáltatásokat, vagy az eredendő a szolgáltatók székhelyének többségét adó USA-ból. A probléma leginkább abban gyökerezik, hogy két különböző, teljesen különböző megközelítési módot használnak arra, hogy mit tekintenek magánszférának, illetve hogyan tekintenek arra, hogy ezt hogy is kéne megvédeni. A korábban említett adatvédelmi dokumentumok többsége az egy európai szempontból elemzi az adatvédelmi kérdéseket és felhívja a kockázatokra a figyelmet. Alapvetően két ilyen központi eleme van minden ilyen európai megközelítésnek. Egyrészt felveti azt a félelmet, hogy aki felhőszolgáltatást vesz igénybe, az bizonyos fokon elveszti a kontrollt a saját adatai felett, hiszen korlátozott információkkal rendelkezhet csak arról, hogy a szolgáltató pontosan hogy is kezeli az ő adatait, illetve hol is kezeli az ő adatait, milyen biztonsági megoldásokat alkalmaz, ki fér hozzá az adatokhoz, stb. Illetve központi eleme ezen megközelítési módoknak, hogy a felhőt úgy tekintik, hogy a felhőben nem valósulhat meg kevesebb adatvédelmi jogi garancia, nem nyújthat ez kevesebb védelmet, mint a nem felhős adatkezelések. A központi eleme, ami köré az egész felépül, ez az átláthatóság kérdése, hogy a szolgáltató működési modellje, az ő feltételei mennyire átláthatóak, illetve ugye ez amikor igénybe vesz az ügyfél a szolgáltatótól egy ilyen szolgáltatást, egyfajta bizalmi kérdésé válik az ő szemében. Tehát arra kell megoldást találni adatvédelmi szempontból, hogy ezt a bizalmi viszonyt hogyan lehet kialakítani, hogyan lehet egyrészt átláthatóvá tenni a szolgáltatást, illetve kevésbé kockázatossá tenni az ügyfél szempontjából ezt a szolgáltatás igénybevételét. Alapvető konfliktusok. Ugye a két különböző megközelítésből adódnak.
Érdekes módon abban, ugye kidolgozott az európai közösség egy megoldási metódust, hogy hogyan lehetne mégis megfelelően garantálni azt, hogy az USA-ban lévő cégek is megfelelő adatvédelmi garanciákat nyújtsanak. Erre szolgált elvileg a Safe Harbor megállapodás, ez egy nemzetközi megállapodás, amihez minden amerikai eredeti cég önállóan csatlakozhat, neki kell tanúsítania, hogy megfelel az európai sztenderdeknek. Ugyanakkor már magában a Safe Harbornak a megítélésében, ha felhőszolgáltatásokkal kapcsolatban értelmezik, alapvető ellentét van. Európában azt mondják, hogy önmagában az, hogy valaki bizonyítja magáról, mint szolgáltató, hogy megfelel a Safe Harbor előírásoknak, nem elegendő, ennél neki valami plusz többet kéne nyújtania. Természetesen az amerikai megközelítés azt mondja, hogy ha már csatlakoztam, akkor ezzel én deklaráltam is, hogy én bizony megfelelően kezelem az adatokat, és Európában is nyugodtan szolgáltathatok. A Prism botrány, illetve a Patriot Act kapcsán a média érdeklődés középpontjába került, hogy ugye hogy lehet az, hogy bizonyos szolgáltatók kinyilvánították magukról, hogy ők már pedig megfelelnek az európai elvetnek, és ennek ellenére a felhőben tárolt adatokhoz mégiscsak hozzáférnek nemzetbiztonsági szervek. Mindenkinek elkerült, vagy a legtöbb embernek elkerült a figyelmét, hogy a Safe Harborben van olyan kitétel, hogy törvény kivételt tehet, és nem csak ott, hanem az összes európai jogrendszer ismeri ezt a kivételt. Minden a némettől kezdve az angolig, sőt a magyarig is. És ebben benne van, hogy bűnüldözési nemzetbiztonsági érdekből felül lehet írni az adatvédelmi elveket. Hogy ez mennyiben alkotmányos, az persze egy jó kérdés. Másik alapvető konfliktus a gazdasági érdekek, illetve az alapvető jogok között húzódik. Ugyebár felhőszolgáltatást, ha egy nagy szervezetnek nyújtok, teszem azt egy banknak, ő meg kellően erős pozícióban van ahhoz, hogy a felhőszolgáltatóval egyedi szolgáltatási feltételeket alkudjon ki, és ezzel magát megvédje. Míg ha természetes személyként veszek igénybe egy ilyen szolgáltatást, hát ez az egyenlőség, ez az alkupozíció nem áll fönn. Kénytelen vagyok elfogadni a számomra felkínált szolgáltatást, mert hogy az ingyen van, de visszautalnék itt akkor a reggel elhangzott prezentációra, vagy hogy ugye ez az ingyenesség, ez persze csak egy látszat, hiszen pont a magánszféránknak a feladásával, a saját adatainkkal fizetünk a szolgáltatásért. És akkor ugye itt kellene egy egyensúlyi helyzetet találni valahol az érdek, illetve az alapvető jogok védelme között. A lehetséges megoldás a két rendszernek a közelítése, illetve ezen érdekeknek az egymáshoz közelítése lenne. Valahol a félelmeket, amiket ezek az európai megközelítések szépen felsorolnak, egyensúlyba kéne hozni, meg kéne teremteni ezt a bizalmi légkört. A kérdés, hogy ezt a jognak kell megoldania, mármint a jogalkotónak, vagy ezt a felek egymás között szerződésekben tudják rendezni. Magyarországon meglepő módon egy darab hivatalos állásfoglalás van a felhőszolgáltatások igénybevételéről, méghozzá pénzügyi területen, tehát egy eléggé szektorális területen. Általánosan ez még nem került elfogadásra. A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elnöke egyelőre nem adott semmiféle támpontot ahhoz, hogy hogyan is vizsgálná ő, mint az arra hivatott,
hogy milyen elveket kéne betartani felhőszolgáltatások igénybevételekor, ezért nagyrészt csak találgatni lehet. És hogy miért csak találgatni? Mert ugyan van egy-két általánosan alkalmazandó jogszabály, mint például az infotörvény, és emellett esetleg az adott szervezetre vagy adott tevékenységre irányuló ágazat specifikus jogszabályokban lehetnek adatkezelési rendelkezések, de ezek nem adnak megfelelő választ arra, hogy milyen feltételeket kéne biztosítani a szolgáltatónak, illetve hogyan kéne az ügyfelek jogait érvényesíteni. Így jön be tehát ismételten a szerződés, de mint mondottam, a szerződő felek nem feltétlenül vannak egyforma alkupozícióban, így elég nehéz azt mondani, amit maga a PSZÁF állásfoglalás is állít egyébként, hogy a szerződés lenyújthat garanciát. Kérdés persze, hogy miket tekinthetünk, mik azok a jogi megoldási módok, amik megfelelő garanciát tudnak biztosítani. Magyarországon probléma továbbá az is, hogy alapvető ellentét van az infotörvény, illetve az ágazati törvények között. Ez arra eredeztethető vissza, hogy 2011-ben került elfogadásra az új adatvédelmi törvény a forradalmi jogalkotás hevében, és sajnos elmaradt az, hogy az ágazati törvényeket hozzáigazítsák ezekhez a viszonylag új elemekhez, amiket behozott. Így utólag került módosításra az adatfeldolgozó, illetve az adatfeldolgozónak a fogalma is, ami pedig ugye felhőszolgáltatásoknak való a központi eleme, hogyha én, mint adatkezelő megbízom a szolgáltatót, mint adatfeldolgozót, akkor ő a felhőt alkotó további szolgáltatókkal hogyan, miként tud szerződni, kell-e ahhoz az én hozzájárulásom, vagy nekem elég az a biztosíték, ami mi kettőnk jogviszonya jelent. Nem rendezte megfelelően a törvény a jogalapok kérdését, a információbiztonsági kritériumok, illetve az adatok összekapcsolásának lehetősége az valóban a 80-as, 90-es évek modelljében rekedt meg. Röviden elmondható egyébként, hogy ez a törvény, hát finoman szóval nem a mai kornak íródott, és gyakorlatilag alkalmazhatatlan felhőszolgáltatásokra. Amint említettem, akkor második problémakör a szerződéses kérdések. Nagyon sok ígéretet fogalmaznak meg ezek a szerződések. Ajánlom egyszer mindenkinek végigolvasni például Google-nek az általános szerződési feltételeit, amit a felhőszolgáltatásoknál lehet igénybe venni. Nagyon jó ígéreteket fogalmaz meg, ugyanakkor garanciákat természetes személyeknek nem nagyon tud nyújtani, sőt, példát is tudok rá mondani, hogy bizony olykor úgymond tárgyalóképesebb ügyfeleknek se, teszem azt, egy bank se tud megfelelően szerződni a Google-vel. Ehhez képest ugye adatvédelmi követelményeket kellene viszont látni benne, és ennek a szolgáltatónak önként kéne megfelelnie. Hogy ezeknek mennyire felelnek meg, hát megint csak megítélés kérdése, hogy mit fogadunk el. További probléma, hogy ugye ezek alapvetően magánjogi szerződések, ami feltételezné, hogy a felek valamilyen szinten egyenlőek, egységes szinten vannak alkupozíció tekintetében, és ehhez mérten, a kialkudott feltételekhez mérten a felelősségüket is tudják rögzíteni. Hát megint csak a Google példáját tudnám mondani. Nagyon szépeket ígérnek, ehhez képest gyakorlatilag minden alól kizárják a felelősségüket. Specialitása ezen szerződéseknek, hogy bizony hogyha én, mint magyar jogi magánszemély szerződök egy
amerikai szolgáltatóval, akkor a kettőnk közötti jogviszony az tartalmaz egy nemzetközi elemet, tehát a nemzetközi magánjogi szabályoknak kéne érvényesülniük, ami viszont kimondja, hogy vannak bizony kötelezően érvényesítendő szabályok, ami alól ha törik, ha szakad, ezeknek érvényesülniük kell, nem lehet aluluk egy szerződéssel kiszerződni. Kérdés persze ugyanakkor, hogy ez vajon az adatvédelmi jogokra is igaz, hogy az adatvédelem ezen kötelezően alkalmazandó elemek közé tartozik, avagy sem. A jogi környezet ismertetését, a bemutatását követően megint vissza kellene térnünk a hátralevő időnkben ahhoz, hogy adott ugye egy példa, egy ügyvédi iroda, amelyik a mindennapi munkájában számos adatot, szenzitív adatot kezel, milyen igényekkel, milyen problémákkal találhatjuk szemben magunkat. Kicsit reflektálva a kollega úr által elmondottakra, egy lényeges ugye szemléleti kérdés az európai, a kontinentális és az angolszász megközelítés az adott védelemben, hogy amíg az a kontinentális megközelítésben önmagában már az adatok rögzítése, tehát az adatkezelés megkezdésekor bizonyos törvényi követelmények meg kell lenni, addig az angolszász megközelítésben ezek a törvényi kötelezettségek inkább az adatkezelés folyamatában kapcsolódnak be. A másik kérdés, hogy valóban a kontinentális gondolkodás szerint, amikor egy nagy szervezet szolgáltat, egy nagy szolgáltatóval áll szemben, akár egy magánszemély, akár egy kisebb gazdasági társaság, a köztük levő erőegyensúlyt, vagy erőegyensúlynak a hiányát, azt elvileg szabályozással, útmutatásokkal, irányelvekkel kellene helyre billenteni. Tekintettel arra, hogy a jogi szabályozás még iránymutatások szintjén is csak egy felületén tudta eddig elkapni a felszolgáltatást, erre példát nem látunk. Két mondatot érdemes arról szólni, hogy miért foglalkozunk kifejezetten ügyvédiradával, azon kívül, hogy magunk is jogászok vagyunk, és ügyvédként ezzel a kérdéssel találkozunk. Úgy gondoljuk, hogy a szenzitív adatkezelés nem csak az ügyvédeknél, hanem számos egyéb szektorban is megvalósul. Tehát azok az igények, azok a kérdések, amiket itt ebbe az előadásba fölvetünk, azok más szektoroknak nyújtott szolgáltatások során is fölmerülhetnek. Ugye amikkel mi találkoztunk anélkül, hogy megneveznénk azt a szolgáltatást, amit jelenleg az irodánk is használ, mert erre már korábban tettünk utalást. Amikor a szolgáltatás bevezetésekor ugye áttekintettük magukat a feladatokat, némi informatikai affinitással rendelkezve, eleve megütköztünk, vagy azzal a próbával találtuk szembe magunkat, hogy maga a szolgáltatás bevezetése is túlnyúlik azon a kompetencián, azon a tudáson, amivel rendelkezünk. Nem találtunk, vagy legalábbis nagyon, hogy mondjam, bizonyos tanulás után tudtuk csak használni azokat a felületeket, amikkel elvileg ezeket a szolgáltatásokat mélységükben és minden kiterjedettségükben igénybe tudtuk volna venni. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy az adott szektornak, hogyha egy szektorális felhőszolgáltatásról van szó, ahol ilyen jellegű adatkezelés folyik, úgy alá kell úgymond tenni a technológiai megoldást, hogy maguk a szektor szereplői megfogalmazza az igényeket, ne kelljen, hogy értsék ezeket a folyamatokat. Ugye a felhőszolgáltatás elvileg ugye azt ígéri, vagy az az elvileg a kiinduló pont, hogy bizonyos költségtakarékosság és egyéb szempontok érvényesülnek, nem kell annyi informatikai tudást igénybe venni, mi mégis úgy látjuk, hogy a tervezés során azért nagyon lényeges, hogy egy felhasználó barát felület kialakításra kerüljön. Egy ügyvédi irodában, amikor csak papíralapú adatkezelés folyik, nagyon lényeges az, hogy az iroda melyik munkatársa milyen adathoz, milyen számlához, milyen folyamathoz, a belső pénzügyhöz, mihez fér hozzá. Ez szerintem általános a gazdasági társaságnál. Itt a felhőszolgáltatás során kifejezetten találkoztunk azzal a problémával, hogy úgymond csak három alapvető kategóriát ismert, hozzáférek és meg tudom változtatni, hozzáférek vagy egyáltalán nem férek hozzá, aminél azért szenzitívebb kezelésre van szükség, adott esetben adott dokumentum tartalmak részekre bontásával. Nem találkoztunk olyan megoldással, és még a mai napig is csak részben tudtuk ezt kezelni, hogy vannak olyan
adattartalmak, amik kifejezetten védett kategóriának, kiemelten védett kategóriának minősülnek, amit adott esetben csak az az egy adott ügyvéd, mint bizalmi titokgazda tudhat vagy férhet hozzá, még az ügyvédtársai sem. Tehát az ilyen jellegű labeling vagy minősítési megoldásokat sem találtuk meg. Sokkal inkább egyfajta információ adattárolás és azon belüli munkaszervezési előnyöket tapasztaltunk, ami problémát jelentett továbbá, tekintettel arra, hogy nem informatikusok vagyunk, hogy időről időre azért, ugye ez egy bizalmi folyamatnak a kiépülése, az a fizikai adatmentés kérdése mégiscsak fölmerült, plusz hát ugye nem mindig rendelkezik az ember informatikai kapcsolattal. Ez úgy néz ki, hogy azért idővel megoldódott, de az időállapotok visszaállításában, ami a mi munkákban első nagyon lényeges, továbbra is problémáink vannak, valamint nem nyújt maga a szolgáltatás, vagy nem látunk még eddig olyan szolgáltatást, ami titkosításra, kulcskezelésre, kész, azonnali, elfogadható megoldásokat nyújtott volna. Ügyvédi szempontból lényeges még ugye az archiválás és adatmegőrzés, illetve az, hogyha migráljuk az adatokat, akkor milyen garanciákat tud nekünk nyújtani a szolgáltató az ígéreten túl, hogy az adataink valóban törlésre kerülnek. Adatformátum kérdéseink is fölmerültek, bár ez valahol egy minor issue, és nem annyira a lényeges. Ami sokkal lényegesebb, az utolsó két példa, egyrészt a felülhitelesítés, hiszen az elektronikusan aláírt dokumentumoknál, legyenek azok cégbírósági eljárási dokumentumok, vagy más egyéb magánokiratok, adóhatósági egyéb okiratok. Nem találkoztunk még olyan szolgáltatóval, aki egyben elektronikus archiválási szolgáltatást is tudott volna nyújtani a felhőszolgáltatás mellett. Erre műszaki megoldást még nem láttunk. Továbbá ez a JÜB-nek becézett rendszer, ez a jogügyletek biztonságát szolgáló hitelesítési, tanúsítási adatellenőrző rendszer is egy külön rendszerbe kell használnunk. Tehát ha úgymond most csak egy kívánság listaként megfogalmazhatjuk azt, hogy milyen lenne egy ideális ügyvédi felhőszolgáltatás, adott esetben egy irodai szoftvercsomag mentén, akkor ezeknek a kérdéseknek, ezeknek a megoldásoknak is beépítésre kellene kerülnie, úgy, hogy amikor adott esetben fölveszünk egy kollégát, és egy napunk van legfeljebb a betanítására, kész megoldások elé tudjon belépni, ne kelljen 20-40 oldalas dokumentumokon átrágja magát, és ne kelljen mondjuk adott esetben a főnökeit heti több alkalommal is zaklatni, ahogy mégis hogy tudja betartani ezeket az előírásokat. Végül az előadás befejezéseként vissza kell térnünk a Lessig-i kórnak a paradigmájához. Tehát mi úgy gondoljuk, legalábbis ez jogászi szempontból egy nagyon plasztikus példa, hogy az a kódrendszer, amit mi mint jogászok használunk, és azok a kódrendszerek, amik az informatikai rendszerben működnek, valóban jól és elég jól, tehát ki tudják egészíteni egymást. Erre nézve korábban az elmúlt 5-6 évben számos kezdeményezés volt különböző kutató és munkacsoportok által, amit a privacy by design fogalmával jellemeztek. A privacy by design alapvetően nem feltétlenül a bizalmas adatkezeléstől szól, az általában egy olyan megoldást jelent, hogy az adatvédelmi előírásoknak az alapértelmezett megoldásként való érvényesülését támogatják. A mi szempontunkból ez sokkal inkább annyit jelent, hogy az adott bizalmas adatkezelést végrehajtó szektor igényei és különleges elvárásai mentén szektoriális termékek létrehozása is elősegítheti ennek az adatkezelési, adatvédelmi folyamatnak a megvalósulását, így természetesen egyfajta termékfejlesztésre van szükség. Szintén ilyen alapvető követelmény legyen az igénybe vevő magánszemély vagy valamilyen nagyobb szervezet, hogy körültekintő kockázat elemzést végezzen azelőtt, mielőtt bármiféle szolgáltatóval egyáltalán szóba áll, hogy milyen adatokat kezelő, milyen folyamatokat tudna felgyorsítani, megkönnyíteni, gazdaságosabbá tenni, ha mindezt egy felhőben tenné, és hogy mindez milyen fokú kockázattal jár számára. Mennyire fájna neki az, ha ezen adatok felett teljességgel elveszteni a kontrollt. Legyen ez konkrét veszteség, ügyfélpanasz,
vagy egyszerűen, hogyha erre sor kerülne, az milyen negatív sajtóvízhangot váltana ki számára. Ezek után, ha ez a kockázatelemzés megvan, nagyon fontos, hogy megfelelően vizsgáljuk meg a piacon lévő szolgáltatóknak a feltételeit. Nagyon körültekintően végig kell tanulmányozni nem csak a technológiai megoldásokat, hanem ugyanúgy ezzel egy külön, ha kell, külön ezzel foglalkozó jogászt kell megbízni, hogy vizsgálja meg, hogy adott tevékenységet végző szervezetnek, vagy legyen ez magánszemély is, aki bizonyos adatokat kezel, megfelelő garanciákat nyújt-e a szolgáltató által felkínált szerződést, illetve hogy lehetőség van ezeken módosítani, finomhangolni. Ehhez tudunk ajánlani egy checklistet is. Alapvetően ugye akkor azt kell megvizsgálni, hogy milyen adatokat akarunk kezelni, ez milyen védelmet igényel, milyen károk érhetnek bennünket, és ehhez képest a szerződéses oldalon a szolgáltató milyen felelősséget vállal a adatkezelési vagy a feldolgozási, az adatok felett gyakorolt kontrollt, azt milyen módon tudjuk mi személyesen auditálni, felülvizsgálni, milyen módon, milyen megoldásokat kínál a szolgáltató az információk védelmére, illetve ha valamilyen incidens bekövetkezik, akkor ennek kezelésére, milyen információkat ad számunkra mindezekről. Ahogy a kollégám is említette, alapvetően azt kell vizsgálni, hogy a szerződés a számunkra megfelelő adatvédelmi garanciákat kínál-e, tehát megjelennek ezek a privacy by design elvek, és mindezek alapján lehet azt kimondani, hogy igen, megvizsgálva mindezen kérdéseket, felelősségteljes döntést tudunk hozni, és rá tudjuk bízni az adatainkat, és tulajdonképpen a működésünket, az életünket is a szolgáltatóra, és így alakulhat ki ez a kölcsönös bizalom. Mert az egész felhőszolgáltatás jogi szempontból tulajdonképpen nem más, mint egy bizalmi kérdés. Köszönjük a figyelmüket és a türelmüket. Ha bármilyen kérdés felmerülne, akkor az elérhetőségünket az előadás végén közölt e-mail címen megtalálják, és elérhetők vagyunk. Köszönjük!